Köszönjünk a Juti nézőknek, sziasztok! Folytassuk ezt a gyönyörű játékot. Picit félek tőle. Csináljunk pulzus, majd csinálok mindjárt pulzus egy pillanat. Azt mondja, hogy... És visszatérve erre, hogy valakinek ne legyenek téveszméje ezekre a dolgokra, hogyha mondjuk, hogy a streamelünk, srácok, és azt halljátok streambe, hogy egymásról köcsögön beszélünk, értitek? Ezt most mindenkinek mondom, aki szokta nézni azt, hogy mi multiplayerben beszélünk. Hogyha valakinek kurva anyázunk, vagy azt mondjuk rá, hogy köcsög, vagy csóró, vagy dokeddi, vagy valami, azt mondjuk, akkor senki nem gondolja komolyan, ez csak úgymond idézőjelbe szerep. Szerintem legalábbis én részemről az, és próbálunk szórakoztatni. Szóval nem egymást úgymond lealacsonyítjuk, hanem ez csak azért van, hogy mindenki nevessen rajtunk. Érted? Szóval legalábbis én így fogom ezt föl. Úgyhogy én részemről ez így van, úgyhogy senki nincsen lecsicskítva. Nincs... Elnézést kivárok. Elszégyeltem magam. Elszégyeltem magam itt. Hello, sziasztok, szia! Hello! Szóval... Én... igen. Nicolettus, de ez... ebben a világban nem így működik. Szóval, folytatás! Pá-pá-pá-pá-rá-rá-p. Szóval... hú, hol hagytuk abba ezt a videó játékot? Nem tudom. Én nem emlékszek rá. Totál nem emlékszek rá, hogy hol hagytuk abba. Az baj. Az ütközés követően Simon a Delta állomás közelébe érkezett. A célja továbbra is a bárka elérése, de ehhez először el kell jutni a tétára. Hűha. Ja, hogy a vízbe vagyunk. Ha? Fú, ez nagyon jó. Ma se tudom, hogy itt milyen helyzetek voltak itt errefelé. Víz kiára, semmi. Imádom, hogy mindig ilyen jó helyeken tudom abba hagyni a játékot, és azt sem tudom, hogy mi van. Aha! Itt van a kiárat, oda figyelj! Mit mondott? Ez a dokeddi? Nem tudok kimenni, mert beragadt. Tűz, itt magdosság kifelé ajtót, szia! Szia, robot. Robi. A Robi robot. Na most már amúgy jónak kell lennie a képtek is, mert ugye az volt a baj múltkor, hogy nagyon izé világos volt, azt már megoldottuk, ha minden igaz. Be kellett volna szállni harmadiknak? Miért nem is olyan baj, mert én nem szeretek közösködni. Érted? De ez már megint más téma. De nem baj, akár jöhetett volna. De ő csak nézni szeretek. Érted? Ezeket tisztelni kell, ezeket a dolgokat. Ha ő csak nézni szereti, akkor nézni szereti. Jó, na, azt a mindenségit! Hello, szia, te ki vagy, jó? Jelentkezz, Straszki, hallasz engem? Halló vagy nem halló? Figyelem, Téta! Azt mondja Akersa, láttátok azt itt az úristen, 100 fölött van a pulzusom, szíveskén mindjárt megáll. Hűha, bajok vannak. Szigmasszás kell végeznem magamon. Nyugodj meg! 114! 114! Gyerünk még! Micsoda? Jó, nem. Nem csinálok semmit. Nyugi van, mert mindjárt meghalogdik. Úristen. Nyugi. Nagy levegő, semmi. Hülye vagy. Ez jó volt az a szívmasszás. Hűha, picit beizgultam most. Na, megökvözzük ezt a ánus rózsát. Itt nekünk most. Jó, meg volt öklözve az ánusz rózsa.
Szóval mehetünk tovább. Szia Robika, mi a helyzet? Itt, ki tudok itt jönni? Szia! Vagy jaj, itt értek mindent. Mindent is értek, érted? Amit szépen vissza, ahonnan jöttünk. Jó, merre megyünk most? Szia Robika! Mutasd utat! Azt a kurva, milyen halak vannak itt. Ez ide-ide vagóta hal. Kér valaki egy halat? Vezesd át a vért, lentebb akkor lemegy. Amúgy az kéne. Egész nap álló pöcökkel ülnék itt, érted? Rossz helyre pumpálódik a vér ilyenkor. Ez a baj. Ez a baj, át kéne kötni. Igazad van, Dávid. Megyek már, megyek. Is. Ez mi ez? Ez még egy Robi. Ah, itt a haverod, fiam. Oda nézzé, ott van a. Hát ez meghalt. Jó, ez teljesen kikészült, kipurcant. Noni. Szia rák! Szia rák! Oda nézzi, milyen oldaljárás, hova mennek a rákszok? A rákszok, de amúgy a rákok miért mennek oldalt? Ezt tudja valaki? Miért nyomják oldalt a fiúk? Oldalba. Milyen cukin megy már, nézd meg. Itt is vannak azért textúra bajok. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni. Azért nem minden textúra van itt is, hogy csinálom 100%-ra. Itt vagyunk a deltán. A delta mágnesban. Hű, ez egy démon gyümölcs. Tudnak előre is, csak előre lassabban tudnak menni, mert nem hajlik annyira a lábuk a vastag kitimpálcélbért. Aha, szóval akkor logikusabb oldalra járjuk. Várj, de a rákok azok nem hátrafelé mennek? Vagy mi megy hátrafelé? Valamire emlékszem, hogy valami hátrafelé is megy, nem? Ó, az nem tudom, hogy ez ott barát-e vagy nem barát. Menjél, csümeg! Csümeg, Bobby! Szedd szét, harap szét a tökét neki. Beszélgetnek. Beszélgetnek, mondta, hogy minden rendben van. Szia! Biológus Dávidot hallottuk? Nem baj, legalább már tudjuk. Túlnyomásos, ez nem működik. Ah, ott van egy ajtó, oda néz. Ó. Oh. Hello, várj, itt van valami számítógép berendezés, nézzük ezt meg. Szállítmányozás. Zeppelin hívás. Sikertelen szállítás kérése. Jó, nincs kapcsolat. Antenna. A 840-es működik? Legalábbis úgy néz ki, hogy ott van valami. Rádióadások, hibás hangpuffer. Helyreállítás. Oda néz. Kettő fájl helyreállítva. Strasky, you can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Van még kávé ebben a csodálatos bögrébe? Meg van. Ide aljára kellett volna egy izé, egy kabbejel amúgy, ami ezt mutassa, tovább, és amikor ezt csinálom. És akkor mindig bemutattam volna. Na, azt mondja, hogy... Hoppá, elnézést kivárok, hogy kell kilépni így. Na, gyerünk a deltára be. A deltára be! Erről itt lesz megint ez a láthatatlan pöcs. Na, megy! Csibiri!
Nézzek a pulzuson, föl is ugrott 116-ra, mindjárt infarktot kapok. Mondtam én, hogy ezt fogjuk csinálni, érted? Gyorsan lakra előzni. Riválisok lettünk mostantól kezdve. Rivals, érted? Ez itt a Twitch streamer Rivals. Halló! Jó napot kívánok! Szia, van itthon valaki? Kuki? Semmi? Jó, itt van egy gomb, ez mi ez? Nem működik, mert itt érted túlnyomásokban vagyunk. Örök bublinka van a testünkben is. Ezért túléljük, nem kell lélegeznünk a víz alatt. Vagy robotok vagyunk, ez itt a másik lehetőség. De azt próbáljuk elvetni. Jó napot kívánok, itt van egy bekapcsoló gomb. Igen, de ezt először megöklözzük ezt a ánusz rózsát. Kéne valami tét? Jó, megyünk szupermarketezni most. Abba adjuk a sobát, és... Én képes vagyok reggel 6-ig szupermarket szimulátorozni, csak mondom letti. Mi lesz a tét? Mi lesz a tét, és hányos szintig kell jutni? 50-es? Kézi könyvek, igen, bull, topa, kualiria, csibirip, sibirip. Igen, üzenetek. A temetésed. Mr. Akersa. Boldog vagyok, hogy arról tájékoztathatlak, hogy a legénysége biztonságban megérkezett a tétára. Szólj, ha készen állsz az indulásra, és érted, küldök egy szállítót. Szopatós? Na, a szopatósat az tetszik eddig, a szopatós része. Úgyhogy boldog karácsonyt, Mr. Akers. Ne habozzon, ha szeretnél, átkezdeni magára, igen. Szavaszlat, a kicsi a tét, a kedvem sötét, csak hogy egy klasszikus mondjak. Sok. Korrupt ellenfél! Ne basszál, fő pedig, hogy sakkoztam volna már. 1610 győzelem, 1000. Hát akkor az tényleg korrupt. Jó, nem tudunk sakkozni. Pedig megmutattam volna a 200-ikum. Hello, szia! Itt nagy térképek vannak. Fi, Omikron, Tau, Delta, Theta, Omega. Mondjuk, ha te nyersz, megyek veled játszani azzal a szarral, amivel mindig basztató. Konkrét, de hát ez szar. Hát mi ez már? Hát most ezért is éljek. Legyek fönt éjjel-nappa szupermarketba. Igen, és hogyha te nyersz? De mi nem tudom, melyik játékról beszélsz. Hopp, klotyó, odanéz. Hely, ez nem én voltam. Ez magától fölnyílott. Ez most már én voltam. Na jó, most már azon beszélgetünk, hogy most mi fair, meg nem fair, érted? Arról beszélgessünk, hogy mi lesz, hogy a te vesztünk. Valami nagyon jót kell ajánlanod. Most vagyunk a Deltán. Szóval nekünk gondolom el kell jutnunk Y-ra, nem? Valószínűsítel. Zeppelin rakomány szállítás. De te előnyben vagy. Az soha nem számít. Mindig valahol valaki előnyben van. Majd nem játszok vele naponta 20 órát. Megígérem. Ez itt ennyi? Csak egy ilyen kis állomás és aztán csókol anyád, Lajos. Na, akkor mehetünk tovább. Gyere, Robi! Lehet követik én a csöveket. Én már nem hiszek neked a tegnapi után. A tegnapi után miért mi történt tegnap? Tudja, hogy nem hazudtam semmibe. Ezt most mondom. Ezt mindig merem biztosan állítani. Ezért jó, hogyha nem hazudsz soha, mert akkor tudod, hogy soha nem hazudsz. Érted ezt a logikát? Hello, szia! Kövessem a csöveket, vagy mi az Isten csináljuk? Démoszki gyümölcs? Oda nézi, mi ananász van itt a víz alatt? Ez egy vízi ananász. Hallod, Robi? ABC, hova az anyámba menjünk, de most komolyan, mondd már. Mondd már nékem, hogy hova. Aha, ellopta a boxot a kezembű, de ne jelölt be, csak elraktam, ugye? Jó, akkor csak vicceztem.
ez csak egy vicc volt. A vicci. De aztán tényleg az volt. Mama volt, elrabulta. Teljes mértékben. Azért... igazat mondtam. Jó gondolom, de nem kéne leesni, nem? Ez egy nagy esés lehet. Aha. Az tényleg vicc lenne, ha a faszod lenne. Az tényleg az lenne, szerintem. Jó, szerintem megpróbál. Igen, hogy ide leesek, akkor mi történik? Próba cseresznye. Jó, akkor nem kéne leugrani. Jó, erre fixen rájöttünk. Nem kéne leugrani oda a sötétségbe. Jó, de merre kell akkor menni, nincs térkép ebbe a szarba. Az igaz, hogy ott volt benne, de hát nem tudok eligazodni a víz alatt, érted? Mit csinál kirak a táblák, hogy erre menjél? Nem volok én navigátor. Ez egy ilyen mikrobis segít. Na, szóval mi mindig ott tartunk, hogy elmondod azt, hogy mi lesz, hogyha én gyerek. Az soha nem jelent jót, hogyha rözög a kép, akkor itt van ez a láthatatlan köcsög valahol. Na, nézd meg, főhoz valamit. Főhoz valamit, érted? És aztán meg már le vagyok állítva. Szörnyű. Amikor már beleéled magad. Amikor már beleéled itt magad a akciókba, akkor vagy leállítva, érted? Ez a legrosszabb. Jó, akkor arra menjünk tovább, ha más nem tudok. Azt, Scorchmaker, teljesen. Ó, hogy ide kell egy jelszó? Pillanat, mindjárt megtaláljuk a jelet. Gondolom én, aztán nem biztos. Csatorna. Lehet, hogy valamit be kéne írnunk, valami csatorna jelet? You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. No, I took. Nah, I'm just messing with you. Hit me one, man. Ez az! Ez teljes mértékben az. Lehet, hogy még nem látszik, hogy az, de az. És nem annyira a jobbik fajtában, mert itt kergetnek, és azt annyira nem szeressük, amikor kergetnek minket. Horosz. Ez nem az a 1 óra 20 perces horror, amikor nagyon megbasznak, hanem ez a lassú megbaszás. Ez lassú. Na, itt vannak ilyen izék. Viagrák, érted? Viagrák széjjel dobva, minden hülyeség. Oda néz egy pakli kártya. Nagyon jó. És csak el. Aha, itt is lehet sakkozni, nézzük meg. Nem, itt is korrupt ellenfél, itt sem lehet sakkozni. Érdekes nézni, ahogy a feg
elnyeri a deltát. Egy fél éve még aggódtam volna, itt lenne nekem golya, és van, hogy kitakarítsák a fekete vért a gépezetből. Most úgy tűnik, a kérges felület tovább terjedt, még egykori deltát is felülmúlva. Olyan szumnautika feelinge volt neked? Hát valószínűleg azért, mert a víz alatt kezdtünk most. A tükörképem a gondnok fekete vérébe megszólít. Meg kell óvnom őket ettől a pokoltól, aludnunk kell. Bezárni őket ebbe a érthető álomba, amit láttam. Nani. Jó, ezt nem értsük. Vagyis én nem értem. Én nem érteni ezt most itt, hogy mi van. Figyelem, álljon fél. Semmi baj. Semmi baj, mi van itt erre a falra ráírva? A fény bántja a szememet, szerintem nincs szükségem erre az üvegszerű húsra a koponyámban. A szememre? Hogy meglássam a megváltást, én örömmel megválok tőlük, nem engedhetjük meg. Nem engedhetjük, hogy zavarják ezt az isteni küldetést. Very good. Jó, most valami számokat keresünk szerintem. Legalábbis én szerintem. Azt a nem tutika. Halkonzervek, igen. Most Letty azt fogja csinálni, hogy a stream végre lesz level 43, és csak akkor fogja mondani nekem, hogy na mostantól versenyezhetünk. Hogy benne van, és akkor kitalál valami nagyon jó azért nyereményt magának. Itt lehet, hogy lesz bent valami mumus? Bumbus? Nem tudom kinyitni. Nem, mert sajnos nincs rá időm, mindjárt meg főzéskézni. Aha! Mi lesz a menü? Kirántott sajt krumplival? Vagy tyúkhúsleves, vagy paradicsomleves? Hú, egy kirántott sajtot most kurvára megednék. Nagyon kívánom a kirántott sajtot. Nem tudom miért, de nagyon kívánom. De mi az Isten kell itt csinálni? Nincs itt semmi. Krumpli húsikával? Az jó. Az jó. Tiri. Jó, visszamegyünk, hogy nézzük, hogy mi van. Jó, annyit tudunk csinálni, hogy előbbi helyen voltak valami koordináták, nem? Koordináták. Úgyhogy visszamegyek és megnézem megint ezt a szart. Nagyon éhes vagyok, Letty. Hogyha valamit küldjél már a postán nekem, légy szíves, mert én már most csak izétettem. Csokapikket. Csokapikket tettem. Jó hambi. Az is jó lehet. Várj, itt ott a koordinátszás táblára. Jó, ezen nincs semmi, de volt valami ilyen számos akármi, hogy valaki itt online van, valamit láttam előbb. Hol láttam én azt? Ez nem az. Vagy ez a kintibe volt? Baszki, már nem tudom. Téta 14. Tétához, Zeppelin.
ez kell nekünk, a 840-es. Itt van, piros, sárga, zöld, igen, piros, sárga, zöld. Szóval, oda megy a antenna jelnézet. 840, be kell írnom. Ezt kerestem. 840. De nincsen nulla, bazd meg. Brandon, did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. Man, you can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way. Oké, okay. Sikerült, szóval nem is azt kell beírni, hogy mindegy, a lényeg az, hogy megtaláltuk. Jó? Kapcsolat létesítve. Jó, főhívjuk itt a 840-es izét, ide kell hívni. Zeppelinek 800 hívás. Nem válaszol. Szállítás kérése. A hajtómű meghibásodott. Jó, a szopjátok már ki a hajtóműveteket, bazd meg. Bazd meg, a hajtómű meghibásodott, érted? Hát létezik ez? Szia, hajnali kettő, hello, hello. Jó, és most mit csináljuk a hajtóművel? Most oda kell menni megszerelni, vagy mi van? Gondolom ezzel kéne tovább utazni, nem? Jó, lehet, hogy ide tudok hírni egy másikat is. Lehet, hogy nem is ez kell. Várja, várja. Megpróbáljuk a másik kettőt. Szerintem azzal fog lenni tovább, mint azt nem biztos, de én most itt erre próbálok itt. Gondori. Pasadena, hello, szia! Hello, Pasadena. Jó, megnézem, melyik csatornán lesz jel, ha lesz. Ott is van. Létrejött a kapcsolat. Az meg lehet túl messze lesz, mi? Van egy olyan érzésem. Rám majd kipróbáljuk. Transport active. Unspecified cargo. Pasadena, nagyon szépen köszi a 5. hónapot! A Prime-os 5. hónapot! Nagyon-nagyon szépen köszi! Királysz vagy! Kösz-kösz! Érkezik a Zeppelin, oda néz. Jobb felkészülni, nagyon jók vagyunk. Jó, hol jön az? Ide jön-e? Jó, gyere, értem, fiam. Tudom azt nézni, hogy hol tart? Lehet, hogy hozva magával valami nagyon csúnya dolgot. Hűha. Oh, hogy jön? Nagyon jön. Wow! Milyen jól néz ki már! Azt a mindenségét. Pasadena, kösz még egyszer a 5. hónapot, és Nicolettusnak is nagyon szépen köszi a 24 hónapot még egyszer. Szevasz, Légió! Hello, szia! A legionárius. Jó, berakjuk ide a berakhatót. Hogy hitták ez, Catherine? Szóval az Catherine biztonságban vagyunk.
Egy szállítóhajón, szia. Of course. Is this a Zeppelin? Yes. Az egy Zeppelin. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is busted. Persze, hogy tönkre ment deszka. Ha hogyan nem ment volna tönkre eszköz kártyánk, hát miért lett volna egyszerű, hogy főszállunk ezzel a szarra? We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. Egy robottó? Just knock a robot over the head and steal their chips? Nekem ezt tetszik az ötlet. The tool box over there says it has a stun baton. You could use that. Kábító fegyvernek. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Ausztriában egy lavina letarolt egy sírparadicsomot. Ez a sírom. Fú, be kell raktam ide valami gombot, ilyen tű, valamilyen hangefekteket kell csinálnom, mert ezt már nem bírom. Semmi baj, benyomjuk ezt a gombot most. Az mi az? Úristen. Ez a fegyver! Na most már biztibe vagyok. Jó, hol volt az a robot, aki itt kacskaringózik körbe-körbe? Lehet, hogy ezt kéne szálljon verni, ne? Nem, ő segít nekünk. Ott van áldozatunk fegyverszegbe. De nem működik. Álljon meg, fiatal ember! Itt van az, ha nincsenek nők a közelbe. De nem tudok lőni ezt. Jó, tudtam. Álljál meg, légy tőle! Kábuljál meg felé. Semmi baj még egyszer. Durr! Elnézést kívánok. Bocsi. Jó, a fegyvert add vissza. Mi ez, egyszer használatos pisztoly volt ez? Hát beszarok. Pedig már kezdtem örülni, hogy itt nagy fegyverekben vagyunk. Na, lelőttük a haverodat. Veled is ez lesz ám. Véletlenül itt el... Szóval, azaz, beneküljél, mert szétlőlek. És fél tőlem, elbújt. Jó, ne félj tőle, nem foglak bántani, ne aggódjál. Jó, nem foglak bántani. Gyere velem nyugodtan, nem foglak bántani, oké? Okay? Hidratáció. Mindjárt hidratálunk. Szavasz, Catherine, itt van a cuccod. Berakom neked. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot? Ilyen módon megölni egy robotot? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this az a vicces, hogy nekünk is robot hangunk van. It had to be done. He was talking. Kezdek minél jobban tönkremenni idegileg, hogy belegondolok, hogy a víz alatt vagyunk és tudunk lélegezni, és nem tudom, hogy mi van. És még nem látunk magunkat a tükörbe. Gyereknek is hidratálni kéne, nem nekem baszni a cúmsüveget folyamatosan. Szerintem, hogy a szorm is akkor fog inni, nem? Na és hogy voltak Dávid testvérszek, kijöttek egymásra? Tud már amúgy ülni meg ilyen dolgok? Mászni, vagy valami? Nem, nem tudom, hogy... Na, nem tudom, hogy ezt van mondtad. Na, indulhatunk? Indulási van, szí. Hol a gomb? Ja, itt. Meghúzzuk a kart. Mehetünk. Megbarátkozott Dávid-szel? Akkor jó. Fel tud állni egyedül? Az igen. Nagy haverod lett?
Hát én is elég sokszor találkozok unokokommal. Azért hetente kétszer szerintem biztos. De kurva anyás, és... nem bírja ki, hogy ne legyen ott anyja. Szóval lehet, hogy ilyen maximum 5 percet tud elenni velem, aztán rögtön megy vissza ott, ahol a anyja van. Úristen, mi ez a sötétség? Amúgy milyen túl brutális. Brutális, amilyen sötétség van lent a tenger mélyén. Cápa! Pont ezt akartam mondani, hogy cápa hiányok vannak még. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunback, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. 200 méterre vagyunk. Tudni, hogy nem fogunk odaérni. Ezt már most mondom, hogy nem fogunk odaérni. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? Soha nem szokott minden egyre működni, úgyhogy szerintem itt is tönkre fog menni a helyzet. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Nem tudunk leülni, pihenni addig. Aki az új testhez valószínűleg hasonló érzékekkel rendelkezik, mint amelyek neked voltak. Emberként az elmény csak egyetlen módon érzékel a világot, felveszi ezt a képességet az új tulajdonságaid mellé. Milyen új test? So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cool? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to do. Na, 50 méterre vagyunk már, csak még lehet odaérjük. Remember? Á, ott van a leszálló pályában. Azt a kurva első is. Ez eddig a legjobb rész a játékban. Eddig mi nem jöttem. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. A katona katonai cuccot hozott neki? Hát milyen meglepő, nem? Milyen meglepő, de kurva cuki. Kurva cuki, csak az a baj, hogy egy hónap múlva már nem fog beleférni. Az igen, de cukkersz a kis katona. No, megérkeztük. Marok eszköz, már emlékszek. Megjöttünk. Páratlan páros voltunk mi ketten, ki gyönyörű félhang ott a füzetben. Hol vagyok én most? Jó napot kívánok. Én nem vagyok savas, én nem marok. Azt a kurva légió. Semmi baj, kinyissuk ezt a helyet most. Jó, ez nem akarom elmondani, hogy mire hasonlít ez a lyuk. Nem tudom, hogy kinek milyen a fantáziája, de és még ott a belső lévő dolgok is azért eléggé hasonlóak, nem? Hogyha most csak ezt így ránéztek erre a helyzetre, csak így oda fókuszáltok. Szeretném, hogyha most néznétek ezt a lyukat egy 10 másodpercig. Azért nem csak én képzeletem ilyen, nem? Sauron az teljes mértékben arra gondoltam. Igen, Sauron szemére. Így van. Nem tudom, valakinek esetleg más is eszébe jutott erről a szemről? Szemről. A kertszal, igen. Semmi baj.
azt sem hiszem. Pára. Jó, erre nem tudunk bemenni, úgyhogy haladunk tovább. Ez eddig a legjobb része a játékban, ezt mondom nektek. Ezt is tudjátok miért? Azért, mert mi nem fostam be. Ez a legnagyobb stíl. Imádom. Amikor nem kell befosni, és egy nyugodtan sétálgathatsz jobbra-balra. És nem kergetnek ilyen nagy halottak, meg ilyenek. Az most lyuk volt, vagy rés? Mind a kettő. A lyuk mögött egy kis rés. Először jön a lyuk, aztán a rés. Lehet ott a lápák felé kéne menni? Hát menjünk akkor. A szakember egy lyukat ismer, az összes többi furat. Hát elég bányász vagyok én, elég nagy bányász, és már láttam azért egy pár lyukat. Érted? Azért eléggé hasonlók tudnak lenni. Már vannak azért eltérések, nem mondom. De. Azért na. Volt egy cápet. Hello! Hol a faszomban? Esküszöm, láttam. Adatpuffer. Na nézzük. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Can you hear Listen me? Up, all members of staff. The ARC project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about. Fúrógépe a szakemberről az is urat. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't Mondjuk. Kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Kezdesz kiégni akár? Rest in peace. Én ha meglátom, hogy légió ír, akkor itt már valami erre számítok. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Így van, vissza a munkára. Itt most, úristen, oda fogunk most jönni valahova most. Oltás? Milyen oltás? Injekció formájában vagy szó formájában? Johnny 5! Ez Johnny 5! Szevasz Johnny-ká, mi a helyzet? Te ezt nem érted? Elnézést kívánok. Magyarul beszélek. Hello? Hello. Who is that? Mark? Simon vagyok. No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh. I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Azt kellett volna megnézni a karácsonyi Lego streamen. How did you get here? I got scanned. Megpásztáztak, mint a többieket, és megöltem magam. And then nézd, I killed myself. Magam. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Én a földről vagyok. I wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. Felszínről, szia. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. Nem akarod, hogy a másolatod túléljen téged, te magad akarsz túlélni a bárkában, ha az emberi önmagad meghal. Na jó, én már teljesen össze vagyok keveredve. Szia robot, maradj itt haldokolva. Nem érdekelsz. Én ki akarok innen jutni, és visszaadok irodájába és a Strasséje szót lakásomba.
vészintézkedések megtelve. Wow, milyen durva már. Nagyon jól néz ki. Azt a kutyafáját. És szerintem most fognak szétkódni minket a játékban, de semmi baj. Reménykedjük benne, hogy annyira nem. Csatlakoztunk wifi-t, nézve. A mindenségét. Jó napot kívánok, szia! Hello, megjöttem. Kóla, chips van, minden. Az a baj, hogy most bejöttünk erre a helyre. Emlékszik egy részre a játékból, ami nem volt annyira jó. Hello? Anyone there? Hello! Well, Catherine, we found Theta. Nem tudom, hogy most az a rész jön, ami tényleg nem volt annyira jó. Ta-ta-ta-da-da. De kergetni fognak fixen. Hogy kivertem? Láttátok? Ott van, be lehet dugni ott egy kártyámat, vagy nem az? Catherine itt vagy? Hallasz engem, Catherine? Beszélj hozzám, légy szíves, Catherine-ke. Klímaberendezések... Ilyenek kellenének haza is. Az a baj, hogy közeledik a nyár. Én nem a téltől félek, mint a Trónok harcában, érted? Hogy közeledik a tél. Közeleg a tél. Közeleg a tél. Ez a Starkok jelmondata. Én a nyártól félek, arra szoktam ezt mondani. Közeleg a nyár! Közeleg a nyár! Meghalunk! A izzadt sek szagok és a izzadt minden szagok lesznek itt mindenütt. Nicolette, szia, és Alex, szia, és szia, akkor pénteken Rise of the Ronin stream lesz? Nani? Mi? Rise of the Ronin? Az PS5 exkluzív? Hát persze. Van 80 euró megvenni a játékot, Rise of the Roninokat. Ha hogyne. Azt is megvárjuk, hogy kijöjjön PC-re 2 év múlva. Pedig nyomatnám, biztos jó lesz. Hajnali 2, amúgy te hova szöktél tegnap? Láttam, hogy bekukiztál, amikor játszottam. Azt hittem, jöttél nézni. Aztán eltűntél. A Pártosz 2, nézd meg. Nyugati Szahara, Mauritánia, Szopotámia. Labdácska. Machine Hangar Control. Szia, Catherine, hello. We're here.
Mentem, de láttam, magyarázol, aztán kiléptem. Hát csak akarsz, aki érezte, hogy mi a helyzet. Pont bent volt akarsz, és aztán... Hát akkor beszélgetünk általában valami. Na, hogyha nem magyaráztam volna, akkor maradtál volna nézni, vagy ezt most hogy gondolod? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. Virtual reality? Like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... Amúgy, hogyha valaki vágja a sztorit idáig, ami most történt, nyugodtan lehet írni, hogy én is vágjam, oké? The Dunbat! Jaj, ne! Damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. A Dunbat belseje. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Ja, amúgy tényleg most itt a közvetítésre eszembe jutott. Ha nekem van Nitro előfizetése a Discordon, akkor mindenki tud 10-80-ba közvetíteni, vagy csak én? Én sose értettem a Soma sztoriát, pedig bár láttam pár végigjátszást. Hát ez a baj, hogy most még az a baj, hogy még én sem értem, de remélem azért összeáll, most nem tudom mi van. Jaj, csak én. Aha. Így van, felgyorsítottam. Most van 4 gyorsítás rajta, de azt hiszem 7 gyorsítás kell ahhoz, hogy mindenki tudjon 10-80-ba közvetíteni, aki akar. Mennyire a kurva anyátszik? Téta az összes rendszer üzemel, alsó fedőréteg. Tiszta, közepes hőmérséklet, nagy, milyen jó hőmérsékletek vannak, itt látod? Mehet a 1080p Age of 4. Ja, már neked is megvan Age of 4, látod? Na most már kezdünk azért egy páron lenni a Age of 4-re, úgyhogy már lassan kéne nyomni megint, ja. Ja, nyomassuk majd légió. Ott van foltos, akersz a hajön persze. Ha nem ég ki, érted? Vagy nem csak nézni szeretné. Szogi, én. Úgyhogy mehet majd Age 4. Mehetünk egymás ellen a stílzbe. Jó, úristen, fekete... Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. Nyomjátok sokat, azt kívánom. Jöhetnél te is, Dávid, tudom, hogy mennyire szereted RTS-eket. Földszint. Itt vagyok, ér. Alvaro Emma. Asztrodinamikai szakértő. Elhunyt. Eltűnt, elhunyt. Fekete doboz eladó. Aha. Talán már 4v4-ben egész jól kitartottam, de azért még elbuktuk. Már itt hogy 4v4-be? Botok ellen? És milyen szín nehézségi szinten? Ja, ezt most így kell hagynom, Catherine? Aha, jó, kell találnom valakit, aki nagyon ismeri a titkosítást. Jó, akkor... Szinte PvP? Na, mindjárt lássuk. De amúgy most jelenleg azt írja a hívásba, hogy Feri 1080p 60 fps-re streamel, most ebből a 60 fps nem teljesül, de az Feri gépe miatt... Ja, értem. Na, hát ez akkor érdekes. De Feri, kérek, nincsen Nitro előfizetése? Jaja, Emike, én azt hittem közepes szinten... Én szerintem is közepes szinten nyomattátok. A hard azért az már... A Age of 4-ben ott már erős. K
kinyitódott ajtó. Amúgy most hogy már van? Dávid? Nem fejezhetünk be a forestot? Ja, hogyha most már van Dávid, de befejezhessük amúgy. Ez egy jogos kérdés. Jogos kérdés. Azt sem tudom, hol hagytuk abba, de befejezhessük amúgy. Benne vagyok. Meg ugye mi játszottunk Sivarszal és Dáviddal az izét is. Azt a csónakos valamit. A csónakos utazóst. Tudjátok, hol én voltam a nagy kapitány. Hűha. De előbb mondtam, hogy a raftja. Jaj. Azt is elkezdtük. Vártok, most hirtelen sok kérdés jött. Szóval, Dávid válaszolja egyes hajnali kettőre, én felőlem mehet a Forest felőlem. Meg amúgy egyes Forestot is kivihetnénk streambe, azt se látta még senki, legalábbis itt, mert mi azt Szogival ketten vittük ki a Forest egyest, és ez is kurva jó amúgy. A másik az, hogy azért mondom, hogy 4 gyorsítás nem elég szerintem a szerverre, hogy 10-80-ban tudjál streamelni, közvetíteni. Azt hiszem 7 kell hozzá. Nem vagyok benne biztos, de szerintem igen. És hogyha nitrózok, azért mert ingyenes volt egy hónapra, úgyhogy aztán visszamondom, és akkor aztán nem fogom előfizetni, érted? Hello? Úgyhogy bám fülkeltem, és pont ott volt a tab mellettem, mert a One Piece néztem, és úgy aludtam el. Úgyhogy megfogtam a tabot, így bekapcsoltam a Discordot, és kidobta, hogy itt van ingyenes nitródik. Nem kő? Egy hónapra. Nyugodtan visszamondhatod, és csak április 18-án fogsz fizetni érte, ha nem mondod vissza. Ha mondom, akkor add ide. És ugye előfizettem, meg plusz 2 gyorsítást kaptam érte, aztán vissza is mondtam. Öklözzük meg ezt a áruszukat. De már egyszer gyorsítottam. Egyszer volt ilyen nitró izém. Nekem. És ezt szerintem PC-ről csináltam. Szerintem, hogyha Androidon vagy iOS rendszeren csinálod, akkor az külön van, nem tudom. Mert most Androidon csináltam, és ott működött meg. Vagy ingyenesen odaadta. Igen, ott volt a párna. Ott kemény volt, ott van a párna. Aludtam. Igen, egy hónap múlva lejár. Hát ki a faszom fog 10 euróért előfizetni havonta erre? Érted? És ez csak én nekem van, hogy tudok 10-80-ba közvetíteni. Ahhoz, hogy mondom, hogy ti is tudjatok például a szerveren ilyeneket csinálni, ahhoz azt hiszem valami 7 gyorsítás kell, de baszki, hol kell ezt megnézni, mindjárt nézem. Szerver gyorsítás. Na, első szinten van. Első szint 100 emote hely, 24 soundboard hely, animált server ikon, és jobb hangminőség. Az érdekes, jobb hangminőség. Aztán a második szinttől 3 további gyorsítás kell a második szinthez, szóval igen, akkor 7 gyorsítás kell hozzá, 7-re 7. Ott van egy HD közvetítés, akár 50 megánál nagyobb méretű fájlok feltöltése, egyedi rangikon és szerver banner. A harmadik szintnél meg már lehetőleg jobb hangminőség, 100 mega méretű fájl feltöltés, egyedi meghívó link, animált szerver banner, meg 300 videós pódium hely és más előnyek, nem tudom mi az. De amúgy sokkal több minden van itt, ja, most már látom. Emote hely 150, matricája 30, soundboard helyek 36. Igen, első szint felgyorsítás nem a 720p és 60fps. A 7 gyorsításnál van 1080p és 60fps.
a hangminőség, az, hogyha nincs fölgyorsítva a szerver, akkor 96 kilobajtos. Első szintnél 128, a második szintnél 256 kilobajtos. Aha. Gyorsíts fel ezt a szervert. Nézzük meg, mennyibe kerül egy gyorsítás. Én most nem tudom, mert azt írta, hogy a Google-ba kell belépnem, ez véget most. Na mindegy. A lényeg az, hogy 7 gyorsítás kell, az nem... Nézze meg valaki, mennyibe kerül egy gyorsító. De amúgy egy gyorsítás is sokat segít, mert akkor, vagy nem? Vagy menj kettő kell az első szinthez? Mert ma ott is ugye van azért több cucc. Ó, van flashlightom. Te is tudsz full HD... Jó, az fasza, hogyha tudtak full HD-be, hát ez... Én értem, hogyha akkor nem tudom. Az nekem is van a YouTube Premiums. Anélkül nem is tudnék venni YouTube Premium nélkül, bassz meg. Tévén nézek valami streamet, érted? Faszom reklámozzon. Pneumatikus zárok, szia! Polipszokat leveszek innen. Theta laboratóri. Jó, jegyezzünk meg, honnan jöttünk? Halló! Szia! Jó napot ki... Úristen! De tévé nincs adblocker, akira... Hagyják szabadon ezt a területet. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Jévon fény! STX-333-GBD pilóta ülés. Aha. Igen? Igen? Térképészet, karbantartás, kutatás. Telefonon meg gépen nézel a jutit csak? Ja, én meg amúgy szerintem 80%-ban tévén. Úgyhogy nekem azért is fontos, mondom, hogyha ott nézek valami streamet, vagy valamit, akkor szar lenne, hogyha állnál reklámok lennének. Nem lehet csatlakozni a szerverhez, kérem indítsa újra a routert az alsó szinten, vagy vegye fel a kapcsolatot a karbantartásra. Őha. Strasky? Come in, I need help in the lab, the scan room. What happened? Stasky is Hutch. Comrade killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down... Sevastok, Ed! Hello, hello. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Ez most Catherine-hez beszél. Ugye, aki nekünk most benne van a baj a cuccunkba. Jó van, Catherine. Kritikus rendszerhiba. Adattörlés. A Nanami összeállítás típusát tömörített Nanami neogrezes zsibérép. Nanami nő.
oké, akkor most már nincs semmi, nem. Mindenkit kitörüljek? Dávid Mulsi. Ez a izdé, ez a doki. What is this? A tömörített Nakajima neugrál felvétel, folyamatos időben 4 millisekund rögzítve blablabla, létrehozta Paul Berg. Férfi 80, hát kétszer halálnak éve 2078. Kanadai. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Simon Jarrett, és itt vagyunk mi. Én meg 2015. június 1-én haltam meg. Hát nem éltem sokat. Igen. Szóval meghaltam, szóval itt van egy lenyomatom ebbe a világba. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This is freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, no, vár. I feel excited. Most. Can't wait to get back to the room. Mi azért jártunk a Bushihoz, a gomba doktorhoz, mert nekünk volt valami, nem tudom, valami agyi bajunk, nem? Hogy agyunkkal, nem tudom, hogy ő majd rendbe hozza agyunkat, hogy ne halljunk meg. És akkor ez a doktor köcsök Bushi, ez minket úgymond lepásztázott és berakott minket egy ilyen virtuális faszomba? We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Minden reggel be fogsz venni egy aspirint, de ennyi az egész. Paul kihozott a diétát, a variációkra, amelyet kipróbáltál, folytatod a fizikai terápiát. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Persze, az biztos segít a agyunkba, bazdok, hogy minden nap beveszünk egy aspirint. Nem tudom, majd mindjárt itt utolsó felvételben lehet kiderül. Szívmonitor jelzés. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Hé, megvan az agyam fájként, talán hasznát veszed majd valahogy. Yeah, who knows. Nem lenne ellenedre? A kutatásomban használni? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. Mint egy adományozott szerv. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope wasted. Fú, amúgy ez mi? Fú, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Most képzeljétek el, hogyha véletlenül, ha véletlenül egyszer kitalálnák tényleg azt, hogy hogyan lehet mondjuk lementeni a agyad egy pendrive-ra. Tegyük föl, csak tegyük föl. Nagy pénzek ér, hogy úgymond, ugye van egy testünk, és van egy élet szakaszunk, ami egyszer véget ér, mert megöregszik a test, és ezzel nem tudsz mit csinálni, mert előregetsz, úgymond. De úgymond a agyad ott van, fixen éppen minden. Ha ugye valamilyen betegség nem tesz tönkre, demencia meg minden szar. De agyad ott van, és csinálsz egy lenyomatot, egy másolatot a agyadról. Ilyenkor jönnek azok az emberek, hogy dehogy neked lelked van, a lélek, az nem megy tovább, hogy lelketlen, meg faszom tudja. Szerintem nincs lelke embernek, ez csak egy, na mindegy, ebben most nem menjünk bele, ez csak egy ilyen metafora szerintem, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. A lényeg az, hogy ugye agyunkkal működünk, meg a szívünk, az a benzin.
Szóval, ha agyunkat le tudnánk menteni egy pendrive-ra, és mit tudom én, főrakod, mint egy Windows-t a PC-re. És akkor az ember, az ott él bent a számítógépbe, és akár tud beszélni is, ugye, mert hát most már vannak ilyen voice akármik. És még akár még fizikai valót is lehetne varázsolni, úgymond a számítógépen belül az embernek. Akár ugyanolyan kinézetűre. Vagy akár egy virtuális valóság teret létrehozni, ugyanúgy, ahogy ugye Zuckerbergék, meg a többiek létre akarták hozni a metaverzumot, meg létre is hozták a metaverzumot, ahogy beszállt Adidas, a McDonald's, meg minden, és ugye megvették a nagy parcellákat, ott a helyeket, abba a metaverzumba, nagyon nagy pénzekért, hogy majd a virtuális szemüvegen keresztül te majd ott fogsz bemenni a Mekibe és venni egy burgert, meg ott fogtok éri. Hú, ez nagyon érdekes történet, és ez valóságos is lehet szerintem. Baszki, eldőltem most az előbb kicsit, erre az álmodtam, hogy nyitottunk egy éttermet Real Life. Az igen, amúgy lehet, hogy én is éttermeset álmodtam. Valami ilyen álmaim voltak este. Ahogy a robotok itt is emberek, igazából hogy is benne van a szemüljük. Igen. Szóval ez egy nagyon-nagyon realisztikus dolog lehet szerintem a jövőbe. Mert valahogy... Például ugye most is arrafelé tendálok. És ez már 2-3-4-5 éve sztori ez a virtuális valóság, úgymond. És attól függetlenül, hogy mi nem csináljuk, ezt rengeteg ember csinálja, hogy ottan meetingelnek, meg ottan találkoznak. Mondjuk egyik Amerikában él, a másik Magyarországon, faszom tudja, és akkor fölveszik a szemüveget. Bemennek egy kávézóba a virtuális térbe, és úgymond a avatárjukkal találkoznak és beszélgetnek. Olyan, mint hogyha ott ülnének csak, de mégse. Érted, mit akarok mondani? Ez végül is lehet jó is. Csak még ez annyira nem elterjedt ez a dolog. Nekem van VR-om, ha az számít. Az számít. Az számít, mert akkor te is tudnál menni. Bár azt hiszem, ez a Zuckerberges virtuális valósághoz nem PSVR ke. És Letty is ott volt, és azon kezdett el vitatkozni veled, Zoli, hogy ő azt szeretné, hogy házias ízek is szerepeljenek a táblán, mert én csináltam a nyársakat, Letty az egytál ételeket főzte. De Scandal ezt rendesen túl gondoltad azért. Hogy már házias ízek meg minden? Kemény, semmi baj. Lesznek házias ízek. Töltött paprikák, meg izé, minden is lesz, érted? Nagyon fasza. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a... Szóval az agypásztázásom egy sablonnal alakul. You should be proud. Büszke lehetnék. Túl sok ez ennek a rejtének, nem szükséges semmi varázs, az időutazás. Mindig itt voltam. Várva arra, hogy valaki lökjön egy képet az agyamról, egy öltözetbe és nyomja meg. Igen. Hú. Szilvás gombóc, ahogy a faszomban lenne a szilvás gombóc. Az alap. Azt, hogyha maradna, akkor én enném meg összeset mindig. Szívás gombócot. Jó, menjünk a másik szobába be. Az itt volt az ajtó? Amúgy én ezt bezártam, ezt az ajtót, nem? Honnan jöttünk? Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Lakályos kettő, itt laktá? Nagyon jó. Pátosz kettő. A pátosz. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less kevésbé dynamic. Dinamikus. Thanks. That makes me feel much better. De persze, amúgy, hogyha eljutnánk
odáig egyszer a világba, hogy ilyeneket meg tudnának csinálni, akkor valószínűleg nem mi lennénk átlag emberek elsők, akik ilyeneken részt vehetnének. Mert valószínűleg először olyan embereknek a agyát mentenék le, mint például a mérnökök, meg mindenféle botanikusok, meg akik, mit tudom én, na értitek, sokkal fontosabb emberek, mint mink. És hogyha még lenne hely a parasztoknak, akkor majd valószínűleg szólnának nekünk is, hogy hello, szia. De amúgy meg persze, hogy van lelket, ha nem lenne, egy érzelemmentes lelketlen gép lenné csak. Oké. Így is lehet gondolkozni, nem mondom. Én elhiszem, hogy te így hiszed, hidd te is azt, vagyis fogadd el, hogy én is így hiszek, ennyi egész. Kapcsoljuk be ezt a világítást itt most. Kapcsolódási hiba, hibelhárítás, igen. Ajaj, én mérnök vagyok, de nem szeretném, ha az én agyam mentenék le először. Hát jó, lehet, hogy azt mondanád, hogy te nem akarod, akkor neked nem lenne muszáj, érted? Bár amúgy szerintem, hogyha valaki olyan nagyon fontos, nagyon-nagyon-nagyon fontos mérnök, akkor valószínűleg tudja, hogy nem kérdeznék arról, hogy mit akar. Ez mi ez? Oké, találtam valamit. Jó, hogy ezt... Hogy ezt oda kell bedugni. Hello. Bedugtam. Változ 2, légő is mi... Nem lehet csatlakozni a szerverhez, kérem mindig csak újra a routert. Na bazd meg. Jó, akkor ezt viszem magammal. De valószínűleg ez olyan lenne ez az agylementés. Kicsit ilyen cyberpunk féle világ lenne akkor már valószínűleg. Hogy tudjátok, mint a hackerek. Amikor például megjelenik egy játék és már másnap fönt van a teljes játék letölthető állapotban. Nem kell megvenned, letöltött, bla bla bla. Szóval valószínűleg ezt is meg tudnánk nagyon gyorsan, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. És nagy pénzekért le lehetne menteni valószínűleg a agyadat. Úgymond feketén. És akkor lenne az izé rendőrség, a agylementő rendőrség, a cyber rendőrség, akik azokat a embereket kutatnák, akik feketén lementették agyukat, és valami számítógépekben vannak elrejtve. Ú, de tovább mentünk most már ezen a cyber világon. Jó? Arról jöttem? Ide is be tudom dugni ezt a szart? Aha. De a alsó routert kell bekapcsolni mindenhova, mi? Hát persze, hogy. Jó, akkor mindenképpen el kell indulni lefelé. Lefelé, lefelé! Amúgy számítógépben lennék lementve, nem kell egér, meg billentyű gondolatvezérelt Age of 4-ez is. Benne lennie Age of 4-be és átjárni. The last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it lived. És átéltnéd FPS üzemmódba Age of Empires. Úgyhogy te irányítasz, milyen durva lenne valami. Hát de még nem csak az, akármikor bele tudnám menni a pornóba. Azért nem szar. Meg lehetne húzogatni a virtuális kukit.